Már az 1000-et is meghaladta az igazolt koronavírus fertőzöttek száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, országszerte pedig már több mint 700 halottja van a megbetegedésnek. A járvány elleni védekezésben a kormány már tavasszal számos intézkedést meghozott, így a második hullámban pedig ismét érvényben vannak korlátozások. Az eddigi tapasztalatokról és a további tervekről is kérdezzük Nyitrai Zsoltot, aki 2018 májusa óta dolgozik kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízottként. Jó napot kívánok, köszönjük szépen, hogy itt van. Tisztelettel köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit, és köszönöm szépen a meghívást. Egyre több a koronavírusos, az igazolt koronavírusos. Vannak, akik azt mondják, hogy azért is, mert hogy több tesztet végeztek el, több tesztet végeznek el napról napra. Az a helyzet, hogy ezt egészen biztosan kimondhatjuk, hogy ennek a fránya a koronavírus járványnak a második hullámában vagyunk. Ugye az első hullám az év elején kezdődött el, és hát igazából, mivel senki nem találkozott még ilyen szituációval, ezért fel kellett készülnünk a védekezésre. Ezt úgy tudtuk megtenni, mivel nem volt ismert ez a vírus, hogy az volt a stratégia, hogy lelassítjuk a vírusnak a terjedését, ezért mondta mindig Müller Cecília és Györfi Pál azt, hogy maradjanak otthon, mert itt tud lassulni a vírus terjedés, és azért volt erre szükség, az egészségügyi ellátórendszert azt fel tudjuk készíteni az esetleges terhelésre. Halkan hozom ide, hogy azért láttam olyan felvételeket Olaszországban, hogy ott egy kórház előtt felállított katonai sátorban fúdokoltak szegény betegek, tehát ott bedugult az egészségügy. Nekünk ezt eddig azt gondolom, hogy sikerült elkerülni, és ez nagyban köszönhető a polgárok fegyelmezettségének, amit én ezúton is szeretnék megköszönni, meg köszönhető az időben meghozott kormányzati és polgármesteri döntéseknek. És hogyha már itt beszélgetünk a Kölcsei Televízióban, és megint benne vagyunk ebben a történetben, akkor engedjék meg, hogy köszönetet mondjak az egészségügyben dolgozóknak, a rendvédelmi szervek dolgozóinak, a pedagógusoknak, a szülőknek, a szociális szektor dolgozóinak, és a média munkatársainak, az újságíróknak, hogy folyamatosan tájékoztatják és tájékoztatták a polgárokat. Tehát az első hullámot az sikeresen kezeltük, elkerültük a tömeges megbetegedéseknek a szakaszát, és közben volt egy nemzeti konzultáció, mert ugye a kormányzat az a közéleti munkáját a párbeszédre alapozza. Két választás között is fontos stratégiai, az emberek nagy számát érintő kérdésekben megkérdezzük a polgárok véleményét. Ez a 8. nemzeti konzultáció volt. 1.800.000-en mondták el a véleményüket, alapvetően a koronavírus elleni védekezésről volt ugye szó, hiszen ez a vírus ez nem csak az emberi testet, az egészséget, hanem a gazdaságot és a munkahelyeket is megtámadja, és ezt meg kell védeni, meg kell gyógyítani mind a kettőn. A polgárok egyértelműen elmondták nagy számban, hogy egy más típusú védekezésre van szükség, hiszen az egészségügyet, ahogy előbb említettük, sikerült felkészíteni. A polgárok azt kérik és azt mondják, hogy Magyarországnak működnie kell, az ország nem állhat le, a munkahelyeknek pörögnie kell, menni kell az oktatásnak, az iskoláknak, és persze emellett oda kell figyelni a járványra, és védekezni kell. A kormányzat egy gazdaságvédelmi akciótervet is készített, meg kell védeni a munkahelyeket, aki esetleg elveszíti ebben a nehéz helyzetben a munkáját, annak új munkahelyet kell keresni, és fölhívnám a figyelmet egy fontos gondolkodásbeli és tettbeli különbségre a baloldal és a polgári oldal között. 2010 előtt szintén egy válsághelyzet volt, egy gazdasági válság volt akkor. Az akkor kormányon lévő baloldal ezt úgy kívánta kezelni, úgy reagált erre, hogy például elvett egy havi nyugdíjat több mint 2 millió idős honfitársunktól. A polgári kormányzat mostani válsághelyzetben, a vírus idején pedig azt mondja, hogy nem megszorítani kell ilyenkor, hanem segíteni azoknak, akik rászorulnak, segítő kezet kell nyújtani. Így azt a döntést hoztuk, hogy a 13. havi nyugdíjat, amelyet a baloldal elvett, azt fokozatosan visszaépítjük, visszaadjuk a több mint 2 millió nyugdíjasnak. Ez egy fontos gondolkodásbeli és tettbeli különbség szerintem. Akkor igazából minek köszönhető, idézőjelesen köszönhető, hogy most több, csak visszatérni még egy kicsikét a számokra, hogy most több az igazolt koronavírusos, mint tavasszal? Második hullámban vagyunk, másképp terjed ugye ez a vírus, és lehet, hogy több most például a teszt, mint annak idején volt. Ez még el fog tartani egy darabig, és a legfontosabb most az, hogy ezeket a járványügyi szabályokat, amelyek egyébként nem túl bonyolultak szerintem, azokat be kellene tartani mindenkinek. Tehát én a Kölcsei Televízió nézőit is arra kérem, hogy erre figyeljenek oda, mert most rajtunk, a mi kezünkben van a megoldás.
aki beteg, betegnek érzi magát, az ne menjen közösségbe, ne menjen munkahelyre, hívja fel a házi orvosát, vagy keresse meg, viseljünk maszkot, tartsuk a távolságot, hogyha beszélgetünk egymással, és legyen gyakori kézmosás és kézfertőtlenítés. Ezekre kell elsősorban most odafigyelni. Vakcina ugye még nincsen, ezt szorgosan keresik a szakértők. Magyarország kormánya is ott van azok között, akik egyrészt keresik a megoldást, másrészt pedig partnerséget alakítanak ki azokkal, akik megtalálhatják potenciálisan ezt a megoldást, hogyha lesz vakcina, akkor a magyar embereknek és magyar polgároknak mindenképpen ez rendelkezésre álljon. Azt biztosan el lehet mondani, hogy közös munkánknak, felelősségünknek köszönhetően az egészségügyet sikerült teljesen fölkészíteni, tehát mind eszközállományában, mind pedig személyi állományában teljesen felkészült egy komolyabb járványhelyzet kezelésére, ami bízunk benne, hogy nem fog azért bekövetkezni. Tehát akkor a sincsen probléma. Nincsen probléma, kiváló szakemberek dolgoznak a magyar egészségügyben. A szigorítások, ugye beszéltem a maszkviselésről, ezt mennyiben tartják be az önök tapasztalatai szerint? Én úgy látom, hogy egyre inkább. Nyilván itt a nyári időszakban, mikor az emberek azt látták a hírekben, hogy kevesebb megbetegedés van, kevesebb fertőzött van, akkor kicsit felszabadultabbak lettek, ami érthető, és egyébként egyrészt nyár volt, másrészt előtte ugye hát kevésbé tudtak jönni, menni, találkozni családtagjaikkal, ismerőseikkel, barát, mindenki egy kicsit ki akart szabadulni, akart vakációzni, nyaralni a szószoros és átvitt értelmében, és utána volt egy pici lanyhulása a figyelemnek, hogy így fogalmazzak, vagy a fegyelmezettségnek, de mostanra ezzel én azt tapasztalom személyesen is, elég sokat jövök, megyek, utazok tömegközlekedéssel is, hogy meg járok bevásárolni, de oda, hogy azért ez a maszkviselés, ez szerintem szépen visszaállt, és maradjon is így, mert nem egy bonyolult dolog, annyira talán nem kellemetlen, okozhat nehézséget, főleg mondjuk szemüveges kollégáknak, de ezt meg lehet tenni a mások és a saját egészségünk védelme érdekében. Beszéljünk még a szigorításokról, hiszen szerintem azért sokan kíváncsiak erre, hogy a továbbiakban lehet-e számítani szigorításokra. Az operatív törzs folyamatosan ülésezik, ott vannak ugye a legkomolyabb járványügyi szakértők. Azt kell látni, hogy korábban ilyen szituációban nem volt senki, nem volt a közigazgatás, nem volt az egészségügy, tehát ezt a tapasztalatot, ezt most szerezzük meg sajnos. Fontos tapasztalás volt ebből a szempontból az első hullám, és most pedig nyilván oda kell figyelni az új fejleményekre, figyelni kell a nemzetközi példákat, az operatív törzs folyamatosan ülésezik, és ők fogják megadni azt a szakmai jelzést, vagy javaslatot a kormányzatnak, hogyha itt vagy ott valahol szigorítani kell. Jelen pillanatban azok a szabályok, amelyek életben vannak, maszkviselés, a szórakozó helyek nyitvatartása, most nem sorolom fel az összeset, ezek elégségesnek tűnnek. A szigorításra van szükség, azt az adatok alapján, tapasztalatok alapján az operatív törzs azonnal jelzi, és kormányzatokon meghozza ezzel kapcsolatos döntést. De létezik egy gazdaságvédelmi operatív törzs is. Ez is hozott egyébként enyhítéseket, például a héten adókönnyítéseket is jelentettek. Így van, nehéz szituációban vagyunk, ahogy említettem, és többen mondták már, hogy ez a vírus nem csak az emberi egészséget és a testet támadta meg, hanem a gazdaságot is és a munkahelyeket. És egy felelős kormányzatnak meg kell védeni mind a gazdaságot, mind pedig a munkahelyeket, elért közös eredményeinket. Úgyhogy már az első időszakban egy gazdaságvédelmi akciótervről született döntés. Ennek része a már említett 13. havi nyugdíj visszaépítése a több mint 2 millió nyugdíjasnak. Létezik egy 0%-os hitel vállalkozásoknak, vállalkozóknak. Van egy hitel törlesztési, visszafizetési moratórium, ugye ez folyamatosan fennáll, adócsökkentés, bürokrácia csökkentés, és hát vannak olyan szektorok, amelyeket a vírus az kifejezetten rendkívül hátrányos módon érintett, turizmus, vendéglátás, fesztiválipar, számukra külön programokat és lehetőségeket kínál ez a gazdaságvédelmi akcióterv. Van egyébként elég pénz a büdzsében, hogy ezeket finanszírozni lehessen? Az elmúlt időszak szerintem jó gazdaságpolitikájának és közös eredménynek köszönhetően a pénz az rendelkezésre állt, és látva ezt a rendelkezésre áll, és látva ezt a szituációt, már a következő költségvetés is úgy készült el, hogy két nagy alapra épül az ország költségvetése, egy gazdaságvédelmi alapra és egy járvány elleni védekezési alapra. Tehát a költségvetés az abszolút választ adott arra a gyakorlati helyzetre, amit sajnos hozott az élet a vírus kapcsán. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a meghívást.